Sok szeretettel köszöntelek a Debian és tiszta Debian és tiszta GNOME környezetben környezetet bemutató videómban. A videó harmadik egyben befejező része fog következni, amikor a teljes rendszert teljesen az én szájízemnek megfelelően testre fogjuk szabni, és nagyjából egy olyan látvány fog minket fogadni, mint amilyet most látunk Ubuntu 20.04 alatt. No, nézzük akkor, mit is kéne tennünk. Ugye első körben akkor elindítottam az operációs rendszeremet, ugye a Debiant, ez most már egy ismerős kép, ugye itt most már a háttér az az én MyBuntus hátterem, és akkor kezdjük, hogy mit is kéne csinálni. Na először is, ugye néhány dolgot én letöltöttem az Ubuntu-t bemutató telepítéseket támogató környezetemből. Na, ezek közül az első és legfontosabb, ami itt most kelleni fog, az az install nevű batch file, bocsánat, pontosabban parancs file, ugye amiről tudjuk nagyon jó, hogy ez egy GNOME, illetve bocsánat, bash környezetben script fileként, tehát végrehajtandó parancsokat tartalmazó fileként működik, és én akkor ezt most gyorsan egy szövegszerkesztővel meg is nyitom. Ez nekem egy mankó lesz, mondta most arra, hoppa, szövegszerkesztőm nem épp a legszebb, semmi gond, akkor már is jön a következő testre hangolás, ugye beállítom a szövegszerkesztőmet a megfelelő módra, ugye nem kívánok sortöréseket alkalmazni, és kettő mélységűek legyenek a tabbillentyűk, és egy Solarized Dark-ra szeretném beállítani, ugye ez már a terminálnál nekem bejött. Na nézzük, azt mondja, gyors kiemelés, gyors megnyitás, intelligens karaktertábla. Na ez nem rossz, ezt nézzük, majd valamire jó lesz. Kódmegjegyzés, könyvjelzők, ezt bekapcsolom. Ilyen sajnos a Ubuntu-s gedit alatt nincsen. Na mik vannak még itt, Python Control nem. Sorok egységesítése szétválasztása, ezt bekapcsoljuk, és akkor valahol van még itt egy olyan, hogy töredék, így van, zárójel kiegészítés, no ennyi, egyelőre akkor ezt itt bekapcsoltam. No, ez a program itt a legvégén tartalmazza, ugye ez úgy néz ki ez a program, hogy ebben vannak ilyen úgynevezett funkciók, különböző funkciók, ezek ABC sorrendben különböző dolgokat hajtanak végre, majd itt a batch file-nak a végén, vagy script file-nak a végén egy meghívási sorrendben szépen ezeket az eljárásokat megfelelő sorrendben végighívogatom. No, nézzük akkor mi az, amiket itt meg kéne csinálni. Hát ugye első körben az úgynevezett parancsori kibővítéseket kéne itt átnézni. A NeoFetch-et már föltelepítettem, ugye az egyik az a rename parancs, ami kéne nekem. Ugye ahhoz viszont kellene egy terminálablak, és tudjuk, hogy ahhoz, hogy telepítsük, ahhoz nekem itt rootként kéne lennem. No, akkor az első parancsot már el is loptuk, jöhet a rename parancs, ezzel tömegesen fogok tudni átnevezni fájlokat viszonylag egyszerűbben, ez erre jó. Jó, a tildx-et nem használjuk. Xclip, ez arra jó, hogy a parancsorból megfelelő tartalmakat helyezzek a vágólapra, és azt egy másik környezetbe vágólapról való beillesztéssel beilleszthessem. Na, a Chrome-ot majd valahogy másképp telepítjük, azt majd megmutatom, hogy miről van szó. Desktopot most nem bántjuk, fejlesztő környezet nem érdekes. Nem törlünk most egyelőre programokat, és úgyis sokkal többet kéne telepíteni. Na, és akkor jönnek a böngészők, vagyis a bővítmények, ugye a GNOME bővítmények. A GNOME shell jelen pillanatban már telepítve van, ugye anélkül nem ment volna a két bővítménynek, a dátum kijelzőnek, illetve az óra kijelzőnek és az IP címnek a megjelenítése, de a további bővítményekhez a GIR rendszernek néhány komponensét nekem telepíteni kell. Itt alapvetően a hálózatkezelőkhöz, különböző grafikus felületekhez való bővítményeket kell még telepítgetnem. Majd ide jön egy olyan bővítmény, ami a teljesítményt figyeli, aminek ez feltétlen szükséges lesz. No, azt mondja, következő dolog, ugye itt ez a Brave meghívás, amit az előbb használtam, ha emlékeztek rá, Brave HTML-nek a meghívása. Clock Override-ot letudtuk, és akkor most jön az az elem, ami a Dash to Dock nevű elem, és én ezt most akkor ügyesen le is fogom tölteni. No, ugye, hogy bővítettünk a GNOME környezetet? Először is hívtunk egy webböngészőt, ugye ez még egyelőre a Firefox,
a Firefox-ba ugye meghívtuk a GNOME bővítményű ikonnal a GNOME bővítményeket, és akkor most keresünk egy olyat, hogy Dash2Doc nevű bővítmény, ő az Dash2Doc nevű bővítmény. Na ez majd szépen helyre pakolja nekünk a Dash-unkat. Le is telepítjük gyorsan. Így, ott egy bevillanás jelezte, hogy akkor ott most valami történt. Hát az első történés az az, hogy most már van úgyis Dash-unk, hogy nem mentünk a tevékenységek főre. Tehát ez már egy nagy dolog, hogy a Dash ablakunk megvan. Ez a kis panelünk, ez végig megvan. No akkor, itt ugye bekerült egy kuka, és néhány elemnél látszik, hogy azok az elemek futó programok. Tehát én lenyomom az Alt billentyűt, a Windows billentyűt, akkor látszik, hogy nekem itt néhány programom működik. Na, akkor gyerünk, menjünk hangolni. Kiterjesztéseket fogunk hangolni, kicsit fölbővítem teljes mértékre, méghozzá a Dash2Docot. Ugye most eltűnt a Dash2Docunk. Na nézzük, miért tűnt el a kis ravasz. Hát azért, mert intelligens automatikus elrejtése van, azt kikapcsolom, most már ő itt van. Aztán megmondom neki, hogy teljes képernyő méretig bővüljön föl, tehát most már a panel aljától a képernyő aljáig ott a Dash. Megmondom, ne ilyen bazin, hogy ikonok legyenek benne, hanem ilyen kis, finom kis 32-es ikonok, és megmondom neki, hogy rögzített méret legyen, tehát hogyha annyi sok ikon a futóprogramok miatt annyi sok ikon kerülne ide, hogy nem férjenek el, akkor ne kezdje el őket összenyomni, hanem majd én ezeket itt scrollozgatom. Na, mit kell tudni az indítókról? A trash-t kiveszem belőle, és kiveszem belőle azt is, hogyha felmantolok valamilyen, tehát beteszek valami külső adattárolót, vagy távoli fájl hozzáférésem van, akkor azt oda kitegye, ezeket most én itt levettem. Némi viselkedés, itt nem kell állítani semmit, ez nekem így megfelelő, viszont itt igen. Először is zsugorítjuk egy picit a Dash-t, tehát összébb nyomta a szüneteket, ezáltal, ha megnézitek, a 32-es ikonok dinamikusabbak, agresszívabban jelennek meg itt. Meg tudom neki mondani azt, hogy hol jelenítse meg a futó kis elemeket, és megmondtam neki, hogy most ott a bal oldalon jelenítse meg őket, és ne körök, hanem négyzetek legyenek. Színét nem akarom szabni, és jelenítsen meg egy kis szürke hátteret amögött a Dash elem, ugye az amellett az ikon körül, vagy nem mellett körül, amely éppen aktív ablakban van, tehát amelyik az éppen aktív alkalmazás. No, ezzel a Dash-unk már is sokkal szimpatikusabb lett, folyamatosan elérhető, és látom, hogy milyen programok futnak. Ugye itt a tevékenység ablaknak több érdekes szempontja is van. Egyrészt megjeleníti azt, amit a Windows gombban megjelenítek, másrészt ugye itt megjelenít egy keresőt. Hát én most épp ezt akarom eltüntetni, ezért a következőt fogom tenni. Ugye szintén kiterjesztés jellegű dolog volt az, amikor azt mondtam, hogy az alkalmazás menüt helyezzük el. Na most már az alkalmazás menü nem lecseréli a tevékenységeket, hanem mellé kerül önállóan elérhető elemként, és ebben az alkalmazás listában az én programjaim, ugyanazok a programok, amik egyébként elérhetők az alkalmazás rácson is, ugyanezek a programok ügyesen tematikus rendben rendezve elérhetők itt. Ugye ez már egy picit olyan Windows-osabb megjelenése ennek a dolognak. No, akkor ezzel megvolnánk, megyünk vissza a szövegszerkesztőnkbe, és követjük az eseményeket. Van egy úgynevezett alkalmazás váltási eljárás, ez ugyanaz, mint a Windowsban, ez az Alt és a Tab billentyűvel lehetséges. Na, én ezt fogom most egy picit meghekkelni, méghozzá panel OSD nevű, Oppá, ezt úgy néz ki, kiszedtem azt a váltogatót, na majd mindjárt korrigáljuk a dolgot. Emlékszünk még arra az okis.hooper Ubuntu per extensions per brave.html oldalra. Ugye itt volt az a lehetőség, amikor ilyen bővítményeket tudok telepítgetni, ugye ami már szürke, azokat föltelepítettem, na akkor jöhet a altabos verzió, ugye itt írja is, hogy az altabos váltásokat ebből a puritán verzióból egy viszonylag exkluzívabb verzióvá alakítja át, és itt is van. Tehát látom az ablakok tartalmát, hogy melyik ablakról beszélek, és ugye eltűnt az a négy ablakos, földobós egyéb játékok, de az még az alttal továbbra is megvan. No, akkor ezzel is megvolnánk.
Következő ilyen bővítményünk, ugye Dashdockot letudtuk, ez a Panel OSD. A Panel OSD az annak az elemnek a konfigurálását jelenti, ami figyelmeztetéskor hol jelenik meg egy panel, ezt hangolja. Na akkor gyerünk, ugye akkor erre viszont van. Azt mondja, hogy OSD panel, itt is van, ő az. Na nézzük. Őt is bekapcsoljuk, föltelepítjük, és a hangolás szolgáltatással be is állítjuk őt, Panel OSD, itt vagyunk. No, először is azt mondom neki, hogy mind vízszintesen, mind függőlegesen középen jelenjen meg, tehát ezt itt beállítom szintén 50%-ra, tehát itt a képernyő közepén fog mindig megjelenni ez az értesítés, ezeket a gombokat bekapcsolgatom, és itt pedig megnézem, hogy néz ki, amikor megjelenik. Tehát ő az a panel, ami figyelmeztet engem arra, hogy valami történt. Jó? Ennyi. No, akkor ez a panelünk is most már rendben van. Ezt az ablakot nem kapcsolom ki, mert majd még kelleni fog. Van még itt egy System Monitornak nevezett csoda. Na ez a System Monitor, ez azt csinálja, hogy a panel bal felső sarkába, tehát ide még az IP cím meg a rendszerikonok közé betesz egy kis információs sávot, amin a processzor, a memória, a hálózat és a merevlemezek használatát fogom én megjeleníteni, és ezt gyorsan le is telepítjük. Már meg is jelentek, ott vannak fönt. Hát ez így nem túl szép, ugye csomó mindent egymásra tolt, ezért egy picit mondjuk úgy, hogy mérgesek vagyunk rá. A horizontál spacing el itt az elemek között állíthatóvá tesszük a távolságot, és akkor azzal is nyerünk egy kis helyet, így. Na, erre most már tovább nincs szükségünk, úgyhogy akkor én ezt most bezárom. Na nézzük, kezdjük el hangolgatni az új elemeinket. Ugye volt egy horizontál spacingünk, ezt a mostani 6-ról visszaállítjuk 2-re, és akkor ezáltal csökkentek ott a távolságok, ez már jó, és van egy úgynevezett system monitorunk, na ezt aztán teljesen testre szabjuk, jó? Először is szólunk neki, hogy köszönjük szépen, az ikon oda nem kell. A második, hogy a CPU-t grafikából átvisszük digitálisba, tehát százalékban mondja meg, hogy mennyire terhelt a processzorunk. Ugyanezt írjuk elő a memóriára is, hogy hány százaléknyi memória van elhasználva. A swap-et nem akarom kijelölni, ő ki van kapcsolva. A netet akarom jelölni, grafikusan akarom jelölni, és ez a 100 szélesség, ez nekem kicsit soknak tűnik, ezért visszaállítom 75 pixel szélességre, és a következő dolgot állítom be, ütközésfigyelést nem akarok, ezt gyorsan le is húzom, és teljesen átlátszó színűvé teszem, tehát őt nem akarom megjeleníteni. Ugyanezt akarom a... Bocsánat. A letöltési hiba kijelzésével. A feltöltés az egy viszonylag normális dolog, tehát azt valami halvány fehérrel fogom megjeleníteni, a feltöltést. A feltöltési hibákkal nem akarok foglalkozni, ezek jellemzően nincsenek, és a letöltés az egy macerás dolog, ezért azt én pirossal fogom jelölni, hogy amikor lefele jön információ, azt én lássam. No, lemez, ugye ez jelen pillanatban nincs itt, tehát bekapcsolom, őt is grafikusan fogom megjeleníteni, 75 egység szélesen, ugye most már kezd kialakulni itt fönt a rend, itt is pirosra állítom, amikor ír, és fehérre, amikor olvas a lemezről. Jó. Na, illetve van egy ilyen kis státusz ablaka ennek az állapotnak, ha ide rákattintok, akkor ezt itt kördiagramba, illetve ilyen sávdiagramba lehet megjeleníteni, de nekem ez így teljesen tökéletes. No, akkor ezzel meg is volnánk, tehát amit itt a panelen kellett csinálni, az rendben is van. Tehát most már itt minden úgy néz ki, ahogy a másik környezetben, azért gyorsan váltunk egyet, elnézést, itt is van. Oké? Okay? Tehát látszik tevékenység, ugye annyi, hogy itt nincs kinn az alkalmazások, de itt ugye látszik, hogy itt van a panelen minden olyan információ, ami nekem kell. No, akkor ezzel megvolnánk. A fontosabb dolgok tulajdonképpen így akkor ezáltal be is kerültek a rendszerbe. Ugye ezek voltak a GNOME-hoz való hozzányúlás különböző esetei. No, menjünk tovább, nézzük ezt a telepítő programot, hogy ez még miket állítgatott itt be nekem. Azt mondja, különböző fájlkezelők a Nautilushoz telepít egy úgynevezett adminisztrátori megnyitási jogot, úgyhogy ezt én mindenféleképpen itt ugye most akkor gyorsan föltelepítem. Így is van, ugye megvolt a parancsom.
egy úgynevezett Norton Commander-szerű, ezt MC-nek hívják, egy Norton Commander-szerű ablakkezelőt, illetve fájkezelőt telepítek, ami kifejezetten a terminál ablakban fog majd megjelenni, és még egyszer mondom, agresszívan a Norton Commander-re hasonlít, itt is van. Jó, akkor ebből gyorsan kilépek. G-partetet egyelőre kihagyom, a Nautilus D-comfort szintén kihagyom, na mik vannak itt még, finom hangolás, Vine, ez megvolt, a D-comf editort ezt mindenféleképpen felkívánom telepíteni, a D-comf editor, ez tulajdonképpen a teljes Linux környezetemnek az elég veszélyes módon való hangolását teszi lehetővé, ő egy grafikus kezelőfelületre keveredik föl, mindjárt meg is keressük, hova lett, na hova lett el Móka Miki. Na, hova lettél? D-Conf néve kéne neki valahol megjelennie. Na, majd megkeressük egyelőre. Főtelepítettük, és ennyi, majd mindjárt meglátjuk, hogy akkor mi van vele pontosan. Jó, akkor ő megvan. És egy Bridge Beat nevű rendszer tömörítő, illetve rendszer tisztító alkalmazás pontosabban. Ő neki kétféle üzemmódja van. Van egy rendszergazdai szintű, és van egy felhasználói szintű kezelőfelülete. Itt is vannak a bridge bitek, meg is jelentek. Ez a rendszergazdai. Ugye látszik, hogy rendszergazdai hozzáférést kér, és akkor innentől kezdve már ő működik is. Ezzel mindenféle területeket tudunk majd törölgetni, a felesleges fájlokat, meg egyéb ilyeneket, de akkor ezzel ez megvan. No, a kernel frissítés az nem kell. Na, itt a fontokhoz szükséges dolog, ugye, amit mondtam, hogy hogy lehet majd a fontokat kinyírni a rendszerből. Hát először is van egy parancs, itt van, Ctrl-C, így, né? Ez pedig nem más, mint a gedit, ugye nem felejteni, hogy rootként használom a gedit parancsot, tehát hozzáférek az úgynevezett konfigurációs fájlokhoz. A font mappában van egy font config nevű fájl, ezt most én megnyitom a gedittel, ez itt is van. Ugye most rendszergazdaként vagyok bejelentkezve, ezért ilyen fehér a geditemnek a háttere. A lényeg az, hogy itt mindenféle fontokra vonatkozó beállítások vannak. Rengeteg beállítás van, és a végéhez, ugye én mondtam, hogy összegyűjtöttem azokat a fontokat, ide beszúrok egy üres sort, összegyűjtöttem azokat a fontokat, amelyeket én nem szeretnék meglátni az alkalmazásaimban, amikor én ezeket használom, ezért most én a már letöltött elemeim közül van egy xfont.config nevű fájlom, ezt én most megnyitom, itt van, ő az, és itt látszik, hogy miket fogok letiltani. Itt ugye azt mondja, hogy ez egy leíró blokk, ez az úgynevezett select font, ez egy leíró blokkot definiál, és akkor itt van, hogy reject font, tehát elutasított fontok, és itt én szépen felsoroltam az összes olyan fontot, igaz, hogy ezek az Ubuntu-nak a fontjai, de ennek a zöme megjelenik a Debian-ba is. Én ezeket a fontokat így, ahogy van, tokkal, vonóval szeretném kitiltatni, ezért én ide legalulra egy üres sor után Ctrl-V-vel ezt az egészet így beillesztem. És tulajdonképpen ezzel akkor én letiltom ezeket a fontokat a Debian-ba. Ctrl-S-re elmentem az ablakot, ablak tartalmát, akkor így meg is vagyunk, és már csak egy dolgot kell megtennem, hogy rábírjam a Debian-t, hogy a teljes fontkészletet újra olvassa fel. Indexelje be, így, és most már csak azok a fontok maradtak, amelyek normális latin fontkészletek. Egyébként a segédprogramok között valahol kell, itt is van betűkészletek. Ha én ezt itt megnyitom, és várunk egy picit, akkor ő a megmaradt betűkészletek mindegyikét szépen ide beolvassa nekünk. No, remélem végzett is, így is van, tehát végzett. És már is itt az összes betűkészlet, ami most már a rendszer része maradt. Ugye ezek különböző betűcsaládok, ugye Andika, Katarel, stb. Ugye itt például Deja Vu-nek a különböző fontkészletés, ugye amit én kifejezetten kedvelek. Ez pedig az
Hát, ja persze nem Ubuntu alatt vagyunk, de buta vagyok. Tehát nem Ubuntu alatt vagyunk, tehát Ubuntu fontkészlet, ugye innentől kezdve ebben nincs. Jó, na, elnézést. Ez egy kis malőr az én részemről. No, fontkészleteink megvannak. Na, jönnek a grafikus alkalmazások. Ugye először is két grafikus alkalmazást szeretnék telepíteni, az egyik az Inkscape, a másik pedig a Krita, az egyik vektorgrafikus, a másik pedig pixelgrafikus. Még mielőtt ezt megtenném, gyorsan a Synaptic-kal, hova lettél Synaptic, itt vagy, a Synaptic-kal gyorsan lekérdezem, hogy milyen verziójú programok vannak fönt. Ugye a múltkor megnéztük az Inkscape-nek, akkor még a 0.92-es verziója volt, nézzük most mi van fönt, 1.0.2.4, tehát ezért is frissítettük a Debiant 10-esről 11-esre, hogy akkor innentől kezdve nyugodtan, simán csak telepíthetem a Debian, vagy az Inkscape programot, akár ugye a szoftver telepítővel, itt vagyok, szoftverek, így van, ugye ez is megfrissült, ugye emlékezzünk rá, hogy a verzióváltás eredményeképpen ugye ővel is kell valamit csinálni. No, hogy keveredtél oda föl, gyere le onnan egy picit, úgyne. No, azt mondja, fölnyitunk téged teljes képernyőre, frissítések, telepítve, na és akkor fedezzünk föl, ugye felfedezzük az Inkscape programot, ugye itt van egy vektorgrafikai szerkesztő, na nézzük, ugye először is 1.0.2.4, tehát tökéletes verzió, és nagyon fontos, hogy a Debian Unstable Mainből települ, tehát nem Snap, nem Flatpak, nem Ingyom-Bingyom Taliber, tehát innen települ, ezért én most ezt nem is parancsorból, hanem innen fogom feltelepíteni. Ugye jön egy előkészítés, ugye aztán az Inkscape-et egy picit majd behangolgatjuk. Az Inkscape nem telepíthető, na valami nyűgje van a Synaptic-nak. Ja, bent van a Synaptic, bocsánat, elnézést. Ugye ketten ugyanazt az adatbázist szeretnék használni, és ez így vicces. Jó, akkor most újraindítjuk. Na, mindjárt más a telepítés, ugye most már használhatja nyugodtan az adatbázist a szoftverek. No, amíg ez itt telepítget, addig rákeresünk a Krita-ra. Annak melyik verziója van a rendszeren. Na, mi van, Móka Miki? Na, ez még megy. Na, még egyszer Krita. Lehet, hogy itt a telepítések alatt nem kéne ilyeneket csinálgatnom. Ugye ezt a rendszert azért annyira még nem ismerem, hogy milyen jellegű együtt dolgozások, meg nem együtt dolgozások vannak. Na. Ja, a szoftvertárolók, oké, ugyanazt lehet elérni. Na, akkor elvileg most az Inkscape-ünknek itt kell lennie. Itt is van, megvan. Ugye, ha már ott van, akkor már itt is itt van. Itt is van, jobb egér hozzáadás kedvencekhez, és megy a editor elé. Nagyon gyorsan indítsuk is el. Ugye Inkscape-et elindítjuk, ezt az ablakot kicsire zuklyuk, őt is. No, hát ugye egy pár apró probléma van az Inkscape-pel, akkor gyerünk, rakjunk rendet az Inkscape-be. Az első rendrakásnak az első lépése az az, hogy ezeket a ikonokat egy picit összép húzzuk. Ugye ez a felhasználói felületnek a függvénye. No, nézzük. Pamparamparam, illetve téma kérdése. Először is azt mondjuk, hogy sötét témát szeretnénk használni, nekem ez egy picit jobban tetszik. Szimbolikus monitorokat, vagy ikonokat, nem ezeket a színes monitorokat fogjuk használni. Egy picit a színüket megváltoztatom, tehát nem alapértelmezett, hanem én mondom meg, egy picit besötétítem őket, mondjuk 160-160, apa elnézést, egy picit egy rubrikába ment, 160-160-160, ezáltal ugye eltűnt az a nagyon fényes megjelenésük, és azt mondja, hogy akkor itt mindegyiket beállítjuk kisebbre, ez megvan, oké, és még annyit mondok neki, hogy a hagyományos alapértelmezés szerinti elrendezés legyen, na akkor itt most már nagyjából rend van, ezt én bezárom,
újraindítom, és akkor innentől kezdve ezek az alapértelmezett alkalmazások már helyre kerültek. No, még minden ikonom nem fér ki. Tehát itt látszik, hogy vannak olyan ikonjaim, ami még ott eltűntek. Aztán itt is van még néhány olyan dolog, ami nem látszik. Tehát itt valahogy, valamit kéne okoznunk, hogy ez ne így nézzen ki. Sőt, még egy dolgot kéne csinálnunk. A beállításokkal el kéne azt érnem, hogy először is pixelben mérjen. Ez megvan. Aztán 500 pixelszer 500 pixeles legyen az ablakom, ez is megvan. Megmondom, hogy a hátterem legyen egy picit sokkal sötétebb, mondjuk legyen 32-32-32, na ez így most már egész normális. Oké, okay, és azt mondom, hogy a keret az legyen, az rajz felett és ne legyen szegélye a keretemnek, na akkor már is itt megvan a rajzterületem, és teljesen tökéletes így, ahogy van. Nagyszerű. Akkor most már csak azt kell beállítanom, hogy ez alapértelmezetten így nézzen ki. Mentés másként, ez az kell, hogy a template nevű mappába, tehát az én mappámban lévő, config mappámban lévő, Inkscape mappában lévő template mappába ments el default néven ezt a mostani beállítást. Ahhoz, hogy ablakot mindent megjegyezzen, ahhoz még itt a beállításoknál, az ablakoknál ezt a középsőt itt be kell kapcsolnom, meg ezt az alsót, a többi pedig stimmel. Jó, na akkor megint elmentjük, fájmentés másként, hol vagy, itt vagy, és akkor ide default néven elmentjük ezt a lecserélés, így. Na akkor ezzel most már megvagyunk, tehát ha újra indítom, akkor most már minden az alapértelmezés szerint jött föl, ugye továbbra is baj van az ikonoknak a méretével. Na ehhez, hogy az ikonok méret, elnézést, ezt gyorsan kikapcsolom, nem maradt, tehát ez, hogy van, nem, mert föl kell neki olvasni config file-ból a dolgot. Ahhoz, hogy ez jól működjön, ehhez meg az kell, hogy van itt nekem egy téma csomagom, ezt itt Ctrl-C-vel lemásolom, visszamegyek a saját mappába, itt bekapcsolom a nem látható mappákat, és ide beillesztem ezt a tömörített fájlt, és ezt ki is csomagolom ide, kibontás ide. Téma néven ide kibontotta, de nekem ez a rejtett fájl kell, úgyhogy ezt innen Ctrl-X-el kivágom, és ide Ctrl-V-vel be is illesztem, akkor most már ott van egy téma nevű mappám. Erre, meg itt a téma nevű mappára nincs szükségem, shift-delettel le is törlöm. No, a téma nevű mappában két darab téma van. Ugye Advaita, ha emlékeztek rá, az alapbeállítás. Ezt az enzimet én letörlöm, mert ez túl lányos, de a fiús az a Nextvaita. Tehát én ezt a Nextvaitát fogom alkalmazni az Inkscape-nek a beállításaihoz. Az Inkscape ezeket az úgynevezett témafájlokat automatikusan felolvassa, elnézés, szerkesztés, beállítások. Tehát ezeket automatikusan felolvassa, és a téma beállításoknál ezt majd itt ki fogom tudni választani. Itt van. Ha én ezt kiválasztom, nézzük meg, sokkal sűrűbbé vált a kezelőfelület, tehát nincsenek olyan bazi nagy ikonok, tökéletesen elfér mindenki, ezt az igazítást itt még bekapcsolom, ezt itt kikapcsolom. Ugye három alsó, mindegyik igazítás típusnak a fő igazítása be van kapcsolva, de a részletes nincs. Itt a vastagságot, illetve a, tehát a automatikus vonalvastagság, illetve a görbület automatikus átalakítását kikapcsolom. Itt egy picit azt mondom, hogy a méret az legyen közepes, bocsánat, elnézést, nem közepes, hanem nagyon kicsi, és így az én általam használt aranyszínek is beúztak a képbe, bár ugye itt lehetne olyat csinálni, hogy több sorba teszem itt a megjelenítést, és akkor több szín meglátható, de nekem ennyi elég bőven. Jó, na akkor most már ezzel rendben vagyunk, tehát hogyha most már azt mondnak, hogy fájmentés másként, és ugye megint a defaultra rámentem, akkor innentől kezdve ez lesz az alapértelmezés beállítás, amikor az Inkscape-et elindítom. Ennyi, tehát Inkscape-be hangolva. Következő elem, ugye ha jól emlékszünk, az a Krita volt, tehát akkor felfedezés, nézzük, mi van a Kritával. Abból a 4-4-3-as, ha jól emlékszem, vagy valami ilyesmi az utolsó verzió, 4-4-2, de gyorsan rá is keresünk akkor a Krita weboldalán is, hogy akkor mit kell a Kritáról tudni. Itt is vagyunk, ugye keresés Krita, na nézzük. Azt mondja, hogy Krita, gyere baby, azt mondja, hogy download.
4-4-3 ez a legfrissebb, tehát akkor nem a leges-leges legfrissebb van a tárolóba, hanem egyel korábbi. Hát, ha most nekem a legfrissebb kéne, akkor visszamegyek itt az editoromhoz, akkor annyit kéne csinálnom, itt van egy ilyen sor, hogy a Krítának a saját csomagtárolóját be kéne tennem a Debian csomagtárolók közé, és akkor innentől kezdve azt települne, de én most megmondom őszintén, jó, ez nekem így is, és ezt most nem a szoftverekből fogom telepíteni, hanem parancsorból. Tehát apt install krita, gyerünk. 118 fájt jelent a krita, tehát azért látszik, hogy nem egy egyszerű programról van szó, de hát ezt roppant gyorsan föltelepíti, 24 megát rántott le, úgyhogy nem egy nagy durranás, ez gyorsan be is állítja, és akkor ezzel ez a dolog is készen van. Amíg ez itt megy, addig visszanézünk a batch fájlunkra. Azt már beállítottuk, az nem kell, azt mondja Ubuntu Software Synaptic GDebi, így van, a GDebi lesz a következő program, amit telepítenünk kell. Ezzel fogjuk tudni telepíteni, ezzel is, tehát egy nagyon jó eszköz arra, hogy parancsorból telepítgessünk, illetve azonnal telepítgessünk mindenféle extra szolgáltatás nélkül Debian csomagokat, letöltött Debian csomagokat. Egyébként a mybuntu.okis.hu oldalon a GDebihez már megvan a videó, használatát megvan a videó is, és megvan hozzá a szöveges leírás is. Na most már itt ugye a utolsó lépés megy, oké, mert jöhet a GDebi. Ugye a GDebi is az egy viszonylag elég húzós program, 128 új elemet telepít. A GDebi egyébként az APT-vel és a DPKG-vel együtt, meg a Synaptic-kal együtt ugyanannak a csomagnak, ugyanarra a feladatra átgondolt része, majd mikor használni fogjuk, látjuk, hogy azért viszonylag egy egyszerűbb kis cuccról van szó. Ugye itt azért némi GCC 10-es azért jön le, ugye a GCC ez a GNOME C compiler. De egy GNU, elnézést, GNU, tehát teljesen be vagyok másomban, GNU C compiler. Ugye igazából a Linux rendszereknél ez a GNU C az, ami alapvetően a programozási környezet, és ezt használják általában a GNU programoknak a létrehozására. Talán egyszer majd indítok egy ilyen C programozós kis videósorozatot is, annak idején tanítottam iskolában úgynevezett standard ansi C-t. Talán az még beleférhet. No, ez mindjárt készen van, és ha már ezt föltelepítettük, akkor jöjjön a következő elem, ez pedig a GNOME. Tehát lecseréljük a GNOME, elnézést, a Google Chrome. Lecseréljük a Firefoxot, innen jobb egérre le is távolítom gyorsan a Firefoxot. Na gyere! Most már a MAN megy, ugye megbeszéltük, hogy ha a MAN van itt alul, akkor már ott mindjárt vége van a folyamatoknak, de ugye itt a sávon is látszik, hogy itt most már csak néhány dolog van, és itt a vége, fuss el véle. Nem is tudtam, hogy ekkora. Ezt eddig sose figyeltem, hogy ekkora adatbázisa lenne az Inkscape-nek. Oké, most már van Inkscape-em is, gyerünk, nézzük meg az alkalmazásrácsot. Ugye ő volt az utolsó program, Gedi volt az utolsó, akkor a krétát gyorsan föltesszük az alkalmazásrácsra, ezt elhúzom ide. Egy-két beállítás van csak a krétában, amit én meg szoktam tenni. Ugye 4-4-2-es kréta látszik. És mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért úgy néz ki az Inkscape, ahogy kinéz. Tehát miért úgy lett beállítva? Hát mi meglepő, nagyon hasonló a krétának a megjelenési felülete is. Na itt a beállítások konfigurálásnál, itt a fájlkezelésnél szoktam ezt kikapcsolni, illetve egy dolgot teszünk meg, gyorsan létrehozunk egy nagyon pici kis grafikát. Ugye ha már ott beállítottuk ezt az 500x500-at, akkor ezt itt is beállítjuk. És akkor ezt a fájt elmentjük, fáj, mentés, másként, szép, az itt van, azt mondja, sólyom mappába, képek mappába, ezt elmentjük olyan néven, hogy minta, méghozzá JPG formátumban. Így van, és akkor itt 80% az tökéletes, és itt beállítjuk az 1-1-1-es
kompressziót. Jó, na akkor ezzel ez is megvan. Na, ja, és akkor jöhet a Google Chrome, ugye ahhoz azért kell egy böngésző. Google Chrome, ugye beírjuk a keresőbe, meg is van, mehetünk a Google Chrome oldalára. Ugye Chrome letöltése, ugye itt írja, hogy 64 bites Debian és Ubuntu csomagként fogjuk letölteni, igen, elfogadjuk. Ugye lementeni akarjuk, oké. Ugye megfelelő helyre gyorsan le is ment, ugye ez a letöltések mappa, ez meg is történt, akkor innentől kezdve most már a Firefox-ra nincs szükségünk, viszont egy fájlkezelőbe, a letöltések mappába, itt a Google Chrome-unk, jobb egér. A Debianra alapvetően a deb-fájlokra, bocsánat, ugye itt látszik, hogy pont deb a típusa, a deb-fájlokra az alapértelmezett kezelő, az az archívum kezelő, de én azt mondom neki, hogy tulajdonságok, megnyitás ezzel, és kijelölöm a G-debit, mint csomagkezelőt. És ezt beállítom alapértelmezett csomagkezelőnek. Ha most már kiválasztom, és azt mondom neki, hogy jobb megér, akkor most már a G-debi lesz az alapértelmezett, és el is indítom. No, ez egy ilyen egyszerű kis grafikus felület. Gyorsan leellenőrzi a csomagot, hogy mi van benne, milyen függőségek vannak, milyen a függőségek miatt még miket kell telepíteni. Oké, okay, azt mondja, hogy minden függőség kielégítve, tehát semmi extra nincs, és már telepíthetem is a csomagot. Ugye telepítünk tehát jelszó. Na gyere, baby. Ugye látszik, hogy a processzor az teljesen oda van, tehát nagyon dolgozik. Ugye memóriát is mint egy 40%-ra föltoltuk. Azért ez nem gyenge egy Linuxos környezetben 40% memória. Én nekem általában ez azért nem szokott ekkora lenni. Bekapcsolom ezt a kis opciót, hogy amikor befejezi a telepítést, akkor nekem ne kelljen bezárni, hanem ő zárja be magától. Egyébként a háttérben itt lehet látni, hogy ugyanazok a dolgok mennek, mint a sima APT-s telepítésnél, tehát ez is egy eszköz az APT-re tulajdonképpen, ennyi. Ugye gyorsan ezt vissza is kapcsolom, így ne. No, hoppá, hova lettél, Géde, vigyere elő, itt vagy. No, befejeződött a telepítés, ugye újraolvassa a konfigurációs fájlokat, rá fog jönni, hogy már telepítve van, és ezt a nyomógombot lecserél, és ide alá tesz egy másikat. Úgy van, tehát most már újra telepíthetjük, és eltávolíthatjuk a csomagot. Egyébként a szoftverek között értelemszerűen meg is jelenik maga a föltelepített program, tehát itt mindig a szoftverek között mindig a megfelelő programokat látjuk valójában. Jó? No. Azt mondja, akkor ezekkel megvolnánk, menjünk vissza a szöveg, bocsánat, a szövegfájlunkhoz. A Git-et most ide nem akarom letelepíteni. Mi van még itt? Egy Anydesk-et. Hát az Anydesk-et talán majd később föltelepítjük. Office az rendben van. Bocs, az Office megnézzük, hogy melyik verzió, és az én kedvenc felületem bent van-e alatta. Igen, tudjuk, köszönjük szépen. Hurrá, ismerjük a fogalmakat. Na nézzük, milyen névjegyünk van. Ugye akkor még egyszer a 7.0.4.2-es verzió van fönt ebből, és az eszközök beállításoknál nekem van egy kedvenc ikonkészletem, ez pedig a Breeze, ami itt nem szerepel. Hát, elég elítélendő, az Ubuntu alatt érdekes módon benn van, de semmi gond, ha nincs az Ubuntu alatt, akkor mi most, vagy nincs itt alatta, akkor mi most egyszerűen a LibreOffice kötője, Style kötője, Breeze-zel ezt szépen fel is telepítjük. Nagy erőnk, ugye APT install, hadd menjem, ugye ez egyetlen csomagot jelent, ez már fönt is van, nézzük meg, valóban így van-e. Azt mondja, eszközök, beállítások, nézet, és itt a Breeze nevű ikonkészlet. Ezt azért szeretem, mert sokkal egyszerűbb, világosabb, nincs tele színekkel, nagyon kellemes, egyszerű vonalvezetése van. Na, akkor ezzel is megvagyunk. Mi van még itt? A picture-öket lekezeltük. Na, jönnek a hangkezelő programok. Ugye először is kéne egy jó minden lejátszó. Ez az mindent jól lejátszó program, ugye ez alapvetően a VLC.
akkor ez most már jöhet is. Ezt is telepíthettem volna nyugodtan a szoftverekből, de inkább ezt az utat választottam. Van egy nagyon kedves hanglejátszóm, ez az Audacious nevű program, aminek egyébként van egy normális GTK-s felülete, tehát ilyen Linux-os környezetben szánt felülete, de van egy ilyen idióta, bohócos, aki Windows környezetben jött, talán ismeri a Winamp nevű programot, tehát ilyen Winamp-szerű felülete is van ennek a jószágnak, de én megmondom őszintén, azt nem szeretem. Ez a verzió nekem ebből a szempontból sokkal jobban tetszik. No, akkor most már ők ketten is megvannak. Kettejük közül, mivel rendkívül sokat szoktam használni az Audacious-t, ezért őt kiszoktam tenni a kedvencek közé, méghozzá ide a grafika alá, és tulajdonképpen ő az a program, amiről szó van. Hát én itt most gyorsan ide elviszem a sarokba. Ezt nagyon-nagyon nem állítgatom be, csak egyelőre összecsukom ide a szélére úgy, ahogy annak lennie kell, aztán majd egyszer beállítom, de akkor ez most már szintén megvan. Következő dolog, amit mindig föl szoktam telepíteni, ez az FFmpeg nevű videókodak kezelő csomag. Ez biztosítja azt, hogy a különböző videó, illetve különböző hangállományokat kezelő, konvertáló egyéb szoftverek, ezek a lehető legjobban tudjanak működni. Az összes létező, ma létező, népszerű codec verzió az itt mind megtalálható, és mindet lehet, ugye itt vannak a különböző csomagoló modulok, amik a különböző be- és kicsomagolásait végzik a videó- és hangállományok. Kit 3. A Kit 3 tulajdonképpen egy olyan program, amivel az MP3 fájlokban egyébként ez jellemzően nem GNOME-os környezetre tervezett program, ez KDS környezetbe tervezett program, de mivel nagyon jó szolgáltatásai vannak, és nagyon egyszerűen lehet kezelni, ezért őt mindenféleképpen fel szoktam tenni. No, itt is vagyunk. Egyébként ő egy nagyon aranyos kis ikonja van. Itt is van, 2-3. Így. No, itt tulajdonképpen a fájlok átnevezését, a benne lévő ID3 tagoknak a kezelésére való alapvetően, ugye mind a tag 1, mind a tag 2 verziót tudja kezelni, úgyhogy ez egy nagyon jó kis program ebből a szempontból, majd ezt is még be kell egyébként álligatni. A következő az M-Player nevű, ez egyébként egy videó lejátszó, parancsorból rendkívül könnyedén kezelhető, és még arra is jó, hogy a videó, különböző videóforrásokból, különböző hangforrásokból szolgáló anyagokat megjelenítse itt-ottam-ott, tehát akár átkonvertálni valahova, stb. Ilyen jellegű dolgokhoz nagyon jó. Na és akkor most jön a lényeg, az úgynevezett Ausen Audio, ami nekem az egyik nagy kedvencem, ehhez szintén böngésző kell, ha már van Google-unk, már pedig itt van, akkor gyorsan tegyük ki a kedvencek közé, ugye megy ide a második helyre, még egy program hiányzik, az a Thunderbird, ami a levelezést fogja csinálni, de azt ma nem fogom feltelepíteni. Jó, Google alapértelmezett böngésző nem, használati statisztikát nem küldünk, a Google-nak most már nagyon agresszív cég volt, lett ebben a szempontból, de akkor az Ausen Audio nevű programra rákeresünk. Jó, jegyezd meg, te vagy a császár, Ausen Audio itt is van. Jó, ő az. Ő egy hangszerkesztő program, hangmanipuláló program, ugye valahol van egy downloadunk, itt van. És ugye nekünk debiános környezetbe való dolog kell, egyébként ő itt is föl is ajánlja, túrót, azt mondja, mit mond Audio Exe, hát ez felejtsd el Rózsika, azt mondja, hogy ő is egy cross-platformos rendszer, tehát látjuk, hogy Microsoft, Macintosh, illetve Linux 64, Debian 9 és a fölötti, tehát Orhaik, tehát Debian 9 és a fölötti rendszerekhez ajánlják, akkor ezt most mi gyorsan le is töltjük. Én el is indult, ez egy Debian csomag lesz, amit ugyanúgy kell telepítenünk, mint ahogy a Google Chrome-ot telepítettük. Nem érdekel, megőrizzük.
Google Chrome-ra nincs szükség, ezt azért lecsukjuk, ez még nem annyira, ezt is lecsukjuk. Na és akkor itt az Ocean Audio-nk. Jobbegér, ugye Debian csomagkezelő már jöhet is. Minden függőség kielégítve, tehát ez egy jó pont. És akkor már telepíthetjük is a csomagot. Ugye ismét rendszergazdai jelszó. Látszik, hogy itt is a processzor csonton van, tehát ilyenkor a telepítés megy ezerrel. Még egy kis visszaolvasás, és nézzétek meg, ahogy megállt a program, egyből leesett hétre. Jó. Na, akkor most már ez is megvan, nézzünk rá. Itt is van Ocean Audio, jobbegér hozzáadás, és már megy is az Audacity alá inni. No. Akkor nézzük, mi van még ebbe a csodálatos szövegfájlunkba. Hát most YouTube downloadert nem telepítek, az annyira nem tesztelni nem fogunk. A különböző scriptek azok ugye itt így jók. Ezek maradhatnak. Jó, és tulajdonképpen be is fejeztük. Tehát ennyi lett volna a testre szabása a kis rendszerünknek. Ugye látszik, hogy azért viszonylag elég gyorsan minden egyes dolog a helyére került. Hát ugye itt az alkalmazás rácson még majd lehet rendet csinálni. Ugye egyrészt vagy a játékprogramot letörölgetni a francba, vagy valahogy ügyesen ugye egymásra rakosgatni a játékokat, és akkor innentől kezdve picit nagyobb rend lesz itt a dologban. Tehát ezt még érdemes elvégezni, illetve ugyanezt elvégezni mondjuk a LibreOffice-nak a különböző programjaival, akkor ugye irodai alkalmazások névén ugye szintén egy helyre kerülhet. Jobban át kéne gondolni a beállításoknak a dolgait, ugye itt például a finom hangolót még a beállításokra lehetne húzni, ugyanígy a kiterjesztések kezelését, jelszavaknak a különböző dolgait, tehát ezeket még úgy össze lehetne rendezgetni. Hát ugye itt még mindig van egy csomó játék, tehát a játékokat még egyszer mondom, és akkor utána akkor egy viszonylag elég rendezettebb dolog jöhetne ki itt ebben a környezetben. De én azt gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen most itt így végeztünk is. Tehát látjuk, hogy van egy debiános környezetünk. Első ránézésre, most így blikre szerintem nagyon nehéz megmondani, hogy ez egy tiszta debián, egy tiszta gnómmal, vagy, ugye és akkor visszamegyek a másik környezethez, vagy egy Ubuntu Linux meghackelt debián rendszerrel, és egy meghackelt gnóm környezettel. Tehát ugye látszik, hogy ezek azért nagyon hasonló dolgok. Ugye ide alulra még egy-két grafikont nem ártana, vagy elnézést, ikont nem ártana elhelyezni. Ugye ez még egy program, amit szintén telepíteni kellene majd még a Debian alatt, de látszik, hogy azért a Debian környezetben is ugyanazok a dolgok elvégezhetők, úgyhogy én most meg kell, hogy kövessem a Debian készítőit, a Debian közösséget. Amióta én utoljára láttam, és az nagyon-nagyon-nagyon régen volt, amióta utoljára láttam a Debiant, látszik, hogy egy nagyon jól használható, könnyen használható, piciben eltér az Ubuntu-tól, de nagyon jól használható rendszerről van szó. A Debianról tudni kell, ugye, hogy az egyik legbiztonságosabb GNU Linux alapú operációs rendszer, és én azt gondolom, hogy a GNOME környezet ezzel a testreszabhatósággal, ezekkel az alkalmazásokkal, amik benne vannak az alaprendszerben, egy szerintem egy nagyon jól használható rendszer. Az, aki Windows környezetből jött, azt talán látja, hogy semmivel nem bonyolultabbak a fogalmak, ugyanazokról a programokról van szó, ugyanazok a dolgok működnek benne, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó használható rendszer. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, prezentáció ugyanúgy működik. A LibreOffice-ról annyit kell tudni, hogy jelentősen nagyobb szolgáltatás tartománya van file formátumok tekintetében, mint a Microsoft programnak. Az összes Microsoft verziót olvassa, sok szabad formátumú szövegszerkesztő és táblázatkezelő programnak az elemeit olvassa. Tettünk fel két nagyon nagy teljesítményű, nagyon jól használható magyar kezelés
kezelőfelülete, ugye legalábbis az Inkscape-nek egy magyar kezelőfelülete van, egy nagyon jól használható grafikus rendszert, van multimédia lejátszásunk, ugye a VLC ebben a tekintetben a Microsoftos környezetben is az egyik leghatékonyabb eszköz. Tettünk fel egy pici kis videó lejátszót, ugye ez a VMV, vagy bocsánat, zene lejátszót, ugye ez a Winamp-nak megfelelő dolog, van egy klassz hangszerkesztő programunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden olyan dolog a lehetőségünkre áll, illetve az alkalmazhatjuk őket, amit mondjuk egy Windows-os környezetben lehet használni. Egyébként csak, hogy halkan jegyzem meg, hogy nálunk az irodában még a lányok Windows-os környezetet használnak a könyvelőprogramok miatt, de ott ugyanezek az irodaügyviteli programok vannak fönt, ugyanezek a böngészők vannak fönt, tehát szinte tulajdonképpen annyi van, hogy nem ott, meg nem ugyanúgy néznek ki az egyes kezelőelemek, de pontosan ugyanazokat a szolgáltatásokat lehet teljesen ingyenesen, mind irodai ügyvitel, mind pedig felhasználói felület szempontjából létrehozni. Igazából meg kell venni egy gépet, és mivel az Ubuntu, illetve a Debian alapú Linuxoknak jellemzője azt, hogy sokkal alacsonyabb az energia, illetve a teljesítmény igényük, ezért jellemzően egy régebbi gépen egy Ubuntu vagy egy Debian Linux sokkal nagyobb hatékonysággal fut, mint ugyanazon a gépen mondjuk ma egy Windows 10. Hát a frissítésekről hadd ne is beszéljek, tehát a Windows-os rendszereknek a frissítése szerintem az egy gyilkos környezet. Itt látja, hogy a frissítések egy roppant egyszerű, egy kattintás, puff, látom mindig pontosan, hogy mit csinál a rendszer, tehát semmi extra dolog nincs benne. Automatizálhatom a településeket ügyesen, nem kell hozzá nagy szaktudás, egy-két sugó meg egyéb elolvasása után ezek működhetnek. No, akkor itt ennek a szép háromszor majdnem egy órás, három órányi videónak a vége. Én nagyon köszönöm azoknak, akik mind a három részt türelmesen végignézték, végighallgatták, kipróbálgatták. Ugye itt még egy csomó olyan program telepítése volt, amit esetleg otthon el lehet végezni, ki lehet próbálni. Tehát még egyszer köszönöm a kitartásatokat, sok, nagyon sok sikert és nagyon jó használatát kívánok akár az Ubuntu, vagy akár a most bemutatott három részbe bemutatott Debian operációs rendszernek. Látjuk, hogy azért az alapok nem véletlenek, nagyjából ugyanaz a felület létrehozható, tehát használjátok egészséggel, és még egy nagyon fontos dolog, nem elfelejteni, hogyha bármi gond van, van segítség, ugye emlékeztek rá, a MyBuntu szót, ha megjegyzitek, és egy keresőbe beírjátok, mindjárt az első találat az én weboldalam, tehát nyugodtan nézzetek körül, nézzétek meg a leírásokat, nézzétek meg a videókat, ugye az oktatás oldalon mind az Ubuntu, mind az Inkscape-re vonatkozóan vannak videók, ezeket meg lehet nézni. Ide most ez a három videó ugyan nem Ubuntu videó, de Ubuntuhoz köthető, tehát ide mindenféleképpen fel fog kerülni ez a három videó is, és ha gáz van, és nagyon kell a segítség, ne felejtsétek el, hogy a magamról oldal legalján megtaláljátok, hogy hol lehet engem elérni. Nagyon szívesen segítek bárkinek, bármikor. Egyet kérek benneteket, hogy a telefonon kerestek, akkor lehetőleg ne hétvégén, és ha lehet, akkor délután 5 óra után. Egyébként nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, és kérlek, hogy vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok a családotokra. További szép napot, sziasztok!